Hát sziasztok, jó napot kívánok, köszöntök benneteket. Eszméletlen színe, nagyon szép ez a kapuk, már komolyan mondom, nem tudok vele betelni. Meg ezzel a Toyota Yaris-szal sem, mert tényleg egy nagyon kis modern járgány. Itthoni magyarországi darab, 2 éves a járművünk, ami egy darab gazdával rendelkezik összességében. Egy fehér színű, 1.5-ös benzines elektromos hibrid rendszerű. Ez a gép 92 lóerőt tud ez így a teljesítményre ez a gép, úgyhogy szépen megy, a alacsony fogyasztásra hozzátehetjük, hiszen mindig segít ugye az elektromos motor a benzinmotornak, úgyhogy tényleg gazdaságosan lehet vele autókázni. Mit tudok elmondani még? Nézzünk körbe, meg azt hiszem kinyitottam az elejét, hát majd menjünk egy kört vele, itt kell ezt a kívülről megnézzük, aztán bemegyünk a motortérbe, amúgy pedig egy teljesen szép állapotú, nincs lekaristolva, meghúzva, összetörve járgány. Azt mondja, hogy hát a benzinmotorunk megint csak nem jár, mert ez mindig teszi a dolgát, amikor szükséges, akkor elindítja magát. Ugye szép csend van benne, ugye mondtam, hogy 3 hengeres, ugye, és ugye egy 5-ös benzines motor ő. Egy a ventilátor is, nagyon szuper hideg klímát csinál különben, de rögtön meg is tudom nektek mutatni a bizonyítékot. Végighúzzuk az ujjunkat rajta, akkor vizes lesz a keze az embernek. És le is tudom róla törölni, tehát ilyen vizes lesz az ember keze, oda lecsapódik a pára. Meg se kell mérnem. Nagyon szép lámpái vannak, kötfényszórói, eső és fényérzékelős, illetve tolató kameránk is van, meg távolság, tartó, tempomat, ez nekem nagyon tetszik, előbb próbálgattam, meg tesztelgettem, egy busz után mentem, és buszmegállom, meg is áll szépen az autó mögött, lenyomtuk a tempomat, aztán megy tovább, ugyanaz abban a pozícióban követi az előttünk lévő járművet. Tényleg nagyon jó ki van találva. Azt mondja, hogy van itt nekünk lehajthatós ülések, kalaptartó, gyári szett, ugye Emil Frejes, ugye az Emil bácsitól vásárolták ugye az autót. Ja, nem itt van. Itt látjátok. Így. És van pótkereke is, és emelő szettje is, amúgy pedig mint látható, szépen rendben van, nem volt összetolva a feneke. Így néz ki hátulról a Yarisunk. 22. harmadik havi, ha jól emlékszem, a forgalmi szerint, de majd meg fogjuk nézni. Van benne egy halomlégzsák, előoldalt függönylégzsák, hátsútosok is védve annak, illetve fejtámla, Isofix, és ide is lesünk egyet. Állítható ülésmagasság, nincs kikopva, szép állapotban, bőrkormányos, ugye, 2 elektromos ablak, elektromos tükör, amit itt találtunk balkész felől. Azt mondja, hogy mit találok még itt. Azt mondja, hogy 105.778 km futású. Tábla felismerő is van benne, még ez is egy nagyon jó dolog. Mindjárt bekötöttem magam. A zene nagyon jól szól benne. És itt mi van még itt, amit meg tudunk nézegetni. Általános audio menü. Mi van itt? Info. Itt meg tudjuk nézni az autónak itt az előzményeit, hogy mennyi fogyasztásra rendelkezik. Itt pedig mutatja, hogy éppen mi fog történni, hogyha nyomjuk a gázt, vagy elengedjük. Az autónknak a klímája, mondtam, tökéletes. Be is van kapcsolva, ugye, és szépen hűt. Ugye automata váltós, fokozatmentes. Tudunk állítgatni itt ilyesmit, hogy drive mód, tehát be tudjuk állítani, hogy elektromosan, power, tehát tudunk eco verzióba menni, meg ki is tudom belőle ezt kapcsolni. Van itt menetstabilizátor, tisztán elektromos üzemmód, és visszagurulásgátló, és elektromos kézifék van hozzá. Itt találtam egy könyöktámaszt, törzskönyvet, 26. harmadik hóig ugye műszaki vizsgával rendelkezik. Éppen csak tisztán elektromosan gurulunk előre, és igen, itt a műszakit megnéztem nektek, itt a pontos alvásszám, meg tudjátok nézegetni, Toyota márka szervizbe ez visszakövethető, meg a rendszám alapján is ugye ügyfélkapun meg tudjátok nézni. Aztán ha odaépünk, akkor szépen a benzinmotor is rásegít, és pirossal látjátok, hogy dolgozik a benzinmotorunk is, meg a villanymotor is.
ha fékezünk, akkor pedig visszatöltődik a nagy aksinkba az energia. Amit itt a műszerfalon is fogunk látni, egy kis műszerecske, ami ha zöldbe tartjátok, akkor nagyon jó kis fogyasztások jönnek ki, és ha azt a powert használjátok, akkor meg majd zsebben nyúlósabb lesz a benzinköltség. Egy jobb kezes utca. Hát sajnos itt nem tudom nektek tesztelni ezt a távolságtartó tempomat, mert nagyon jó, nagyon tetszik, izgalmas, érdekes. Nekem legalábbis nincs ilyenem, úgyhogy nem tudok ilyeneket csinálni. Megvan a két darab gyári kulcsunk, egy nagyobb és egy kisebb kulcsocska. A tábla felismerő funkció is működik, sajnos nagyon ellenfényes. Egy 30-as tábla van ott előttünk, és ténylegesen tudta is, hogy ez egy 30-as tábla. Ki is írja 30-at oda. Amúgy pedig egy újszerű állapotú autó. Tökéletesen üzemel. Minden rendbe teszi a dolgát, úgyhogy ezt csak használjátok, és lehet szeretgetni. Mármint az alacsony fogyasztását főképpen fogjátok szeretni. Eső és fény szenzorra is van írva, hogy autó. Igen, és az eső szenzorunk is van írva, hogy autó. Tehát itt a szélvédőnkben vannak ezek az érzékelők. Itt a légzsákot tudom nektek mutatni, és ott hátul is lehet látni a légzsák feliratot, ami nagyon messze van. Tolató kameránk pedig itt megjelenik különben előttünk, amit remélem, hogy mindjárt visszajönk, akkor meg ki is fogunk próbálni nektek. Megmutatom, hogyha hátra menetbe tesszük ugye az automata váltónkat, akkor megjelenik egy szép, nagy színes felületen ugye a mögöttes terület. Így nehéz neki menni, ha nem néztek semmit, csak akkor lehet különben neki menni. Most ha nyomok neki egyet, akkor ez a kis power az ott szépen föl is vágódik, és a fékezek akkor pedig ugye töltés verzióba átmegy. Na nézzük ezt a tolatást. Mondjuk ide begurulok, és akkor hátramenetbe tesszük. Azt mondja, hogy felhúzok egy kis gombocskát. Így, R betűbe tettük. Látjátok a mögöttünk lévő utat. És akkor szépen be lehet oda gurulni hozzánk a telephelyre. Persze nézzük a tükröt is, középsőt is, ne menjünk neki ténylegesen semminek. Tehát így működik ő, én nem tudom, ha valami még nektek kérdés lenne, gyertek el, nézegessétek meg, próbáljátok ki, szeressetek bele, és innen tőlünk tudjátok vinni ezt az autót. Azonnal elvihető, úgyhogy rendszámos, tehát lehet vinni. Köszönöm, hogyha megnyomjátok, iratkozzatok fel a csatornánkra. Szép napot mindenkinek, sziasztok!